Eredmény kétszerűségben voltunk, és egyértelmű, hogy kellett támadni. Azt csináltunk végig. Ilyenkor szokott ez is történni, hogy az ellenpér egyszer átment fél pályát fél időben, és fejeltek egy szép gólt, és akkor ebből is kellett fölállni. Amivel tudom, hogy ez a tisztelt Farkas úr minden meccsen kiállítsa egy Diósgyőri játékosot, nézzetek meg a statisztikát, minden meccsbe. Egy pár ember nagyon nem szereti, kétszer is kiállította. És akkor megelőztem, hogy akkor állítsa meg engemet, legyünk már csapat végig. Bejött, és nyertünk egy nehéz mérkőzés, ami kötelező volt nyerni, egy jó játékval, azt gondolom, és szeretném megköszönni a szurkolóknak, akik végigvittek a csapatot, és igazi 12. játékos volt.